Következő fél évben minden aranyba borul itt a Király utcában, ugyanis megnyílt az Inkák aranya kiállítás. Azt gondolom, hogy lent rendkívül sok legenda vár minket, de már talán az is izgalmas, hogy hogyan érkezett ide ez a sok-sok arany. Külön repülőgéppel érkeztek Perúból, ugyanis ez a sok-sok aranykincs, ami itt a kiállításon látható, a Perui Aranymúzeumból való. Miután a külön repülőgép landolt Ferihegyen, titkos útvonalon érkezett kamionnal ez a sok aranytárgy, aranyműtárgy ide a Király utcába. Itt ebbe a terembe másolatot nem látunk, ezek mind eredeti aranyból készült tárgyak. Itt több kilónyi arany, több milliárd forint értékű arany van. Emellett, hogyha közelebbről megnézik, hogy milyen finom kidolgozások vannak, egyszerűen az csodálatos, hogy azokkal az eszközökkel, azzal a technikai háttérrel képesek voltak ezeket a tárgyakat megalkotni, amelyek ennek a kiállításnak részei. Ebben a két vitrínben két csodálatos rituális szertartásokon használt kést, úgynevezett tumit láthatunk. Ezeket bizony áldozatok életének a kioltására használták. Az inka nép, illetve dél-amerikai lakói úgy gondolták, hogy ha valamit kérnek az isteneiktől, akkor azért ajándékot is illik felkínálni. És mi az a legnagyobb ajándék, amit egy ember felajánlhat az Istennek? Az élet. Különböző szertartásokon volt szerepe az aranynak, az inkák az ünnepségeken, vagy egyáltalán, hogyha a nyilvánosság előtt megjelent, akkor aranyba volt öltözve. Arany reprezentálta a napot, az ezüst pedig a holdat. És mivel az inka napfiaként vetíti előre magát, így egyértelmű, hogy rajta nagyon-nagyon sok arany volt. Ez egy kokatartó tasak lehetett, ugyanis a dél-amerikai kultúrákban nagyon fontos szerepe volt a kokalevélnek, mert a alacsonyabb szinteken kicsit kábító hatása van, de a magasabb szinteken pont ellenkező hatása van a kokalevélnek, élénkít. Ezért használták ott, Kávé helyett, mert ritka volt a levegő, nem volt elég oxigénjű, ezzel tartották aktívan magukat. Meg itt már a mocsika és a csimu kultúra kitalálta a fémeknek a forrasztását, illetve a lemezelését. Nézzük csak meg ennek a macskafélének a fogait, milyen gyönyörűen van kialakítva vékony kis lemezekből. És mit jelentett a kétfejű kígyó a testén? Nagyon gyakran megjelenő ábrázolás, mitológiai lények, pontosan mit jelentettek, nem tudjuk, de kerámiákon, textileken és az ötvös művészeti remekeken is sűrűn találkozunk ezzel a gyönyörűséges díszítéssel. A gyerekeknek külön táblák vannak a kiállításokon, és feladatlapot kapnak, amikben megfejthetik a rejtvényeket, illetve pecséteket szerezhetnek. Tehát ők külön elfoglalják magukat, és így a szülőknek is van idejük gyönyörködni a csodálatos aranykincsekbe. A kiállítás megtekintése után itt valamelyik gyermekfoglalkozáson részt vehetnek, például megköthetik a születési évszámukat csomókkal. Ez a csomók, ez tulajdonképpen emlékezetsegítő és adatrögzítésre szolgáltak. Ezekkel a csomókkal rögzítették azt, hogy mennyi termény keletkezett egy helyen, mennyi láma volt, sőt, még a népességet is a kipuk segítségével számolták. Na, akkor most már 1900-nál tartunk. És még meg kéne kötnöd 8-10-est, és hány egyest? 7-1-est, ez nagyon sok. Az a viszem, és megkötöm, megígérem. Rendben.